által befolyásolva, nagyjából szabad. Szóval azt akarni, mindent akarhatok, lepődjön meg, én holnap délután 6-kor fel akarok repülni az Androméda ködbe. Ki akadályozza meg? Popper az Androméda ködbe készül. Na de hogy meg is tudom-e csinálni? Tehát most jön a másik, a cselekvés szabadsága, hát a rosszul sincs. Na most ez egy sok évezredes vitának a végkonklúziója, következménye, ugyanis ugye volt egy kedves görög filozófus, a Szokratész, és a Szokratész azt mondta, hogy az erény, tehát a jónak a megcselekvése, hát az tanítható. Hát mi oka lehet egy embernek, hogy ne a jót csinálja? Hát, hogy nem ismeri. Hát meg kell neki mondani, hogy mi a jó, és akkor ezt fogja csinálni. Ott Szokratésznek egy nagy nevű tanítvány, Arisztotelész, az gyanakodott, hogy azért nem egészen úgy van ez, hogy a mester mondja, mert hát ismer embereket, akik a jót nagyon is tudják, mégse azt cselekszik, de nem értette, hogy miért nem cselekszik. Na most ebben a vitában bekapcsolódott egy római, aki miután ifjúságában kellően kitombolta magát, megtért, és a egyháznak egy nagy fia lett, Szent Ágoston néven. Azt mondja a vallomásaiban, hogy tudom a jót, és mégis a rosszat cselekszem, mert ilyen az ember lelke, élete. Na de neki van egy segítsége a dologhoz, ugyanis azt mondja, hogy az ördög, hát beleköp a levesbe a sátán. Én ugyan tudom a jót, de ő csábít engem. Én abban látom a Szent Ágostonnak a nagy érdemét, hogy meglátja, hogy az ember egy drámai lény. Tehát a lelkében állandóan folyik egy harc, amíg meg nem hal. Na most akkor, hogyha a történetet befejezzem, az újkor hajnalán megint beleszól ebbe a vitába egy úr, név szerint Spinoza. Ne hülyéskedjünk, mondja, hát hogy ne lenne az ember egy determinált lény? Hát az ember ugyanolyan determinált, mert a természeti világ egy része, mint egy sündisznó vagy egy kaktusz. Semmiféle szabadság nincsen, mondja Spinoza, de van szabadság illúzió. Hogy az ember néha úgy érzi, hogy ő szabadon választ, hogy hova menjen dolgozni, meg külföldre menjen. Nem szóval vannak választási lehetőségei, nem ez komolyan veszi. Na most erre Spinoza azt mondja, hogy ez egy illúzió, ez egy látszat, és azért keletkezik a szabadság illúzió az emberbe, mert nem ismeri az okokat, amelyek determinálják, meghatározzák, gátolják, akadályozzák. Aztán a 20. század hajnalán porondra lép dr. Freud Zsigmond, neves bécsi ideggyógyász, és azt mondja, hogy hát persze, hogy Spinozának van igaza. Az ember egy determinált lény cselekvésében, sőt, szerinte még akaratában is, fantáziáiban, céljaiban, de szabadnak érzi magát, mert nem ismeri az okokat valóban, amelyek determinek vagy nagy részét, és azért nem ismeri, mert azok tudattalanok. Tehát a tudattalan fogalmával tesz pontot Freud erre a régi vitára. A probléma ott van, hogy döntünk és választunk, de nem tudjuk kiszámítani a döntéseink következményeit. Ha sodrolsz, azt se tudod kiszámítani, hova sodor az élet. Ha döntesz, azt se tudod kiszámítani, hova sodor a döntésed. Mégis dönteni kell, választani kell, mert a választás és döntés vállalása egészségesen tartja az emberi lelket. Ha meg nem vállalja, abba valahogy úgy szétmálik, elrongyolódik, tönkre megy az embernek a lelke. Na most erre van egy novella, a novella arról szól, hogy egy francia partizánt, a makizát elfognak a németek, és meg akarják tudni a partizán vezér helyét, hol bujkál. És a pasi számolta egy nagyon gyorsan magával, és azt mondja, nem bírom elviselni a kínzásokat. Ha engem elkezdenek kínozni a gestápónál, én köpni fogok. Én el fogom mondani, hogy hol rejtőzik a partizán vezér. De nem akarok áruló lenni, mert ezt morálisan, erkölcsileg nem tudom elviselni.
Mi maradt most számomra, hogy nagyon gyorsan agyon lövessem magam? Meghalni egy golyó által, ezt vállalhatóak tartom. Tehát át fogom verni a németeket, határozza el a pasas, majd dühükben agyonlőnek, és ismer egy elszáradt, kiszáradt kutat a pusztán, halál nyugalommal benyögi az első kérdésre, hogy ott bújkál a partizán vezér. Csak hogy az a baj, hogy ezt a kutat a partizán vezér is ismeri, és ő se bízik ennek a partizánnak a álló képességében, és kiköltözik az elhagyott kútba, a kiszáradt kútba. Kimegynek a németek, és ott a partizán vezér. Elfogja. Vagyis, ő elhatározta, hogy meghal. Az eredmény ugyanaz lett, mintha áruló lett volna, és elmondja a rejtek helyett, de ő a halált választotta. Hogy a végeredmény ezt megcsavarta, és végül mégis a vezér vesztelet belőle őt meg elengedik a németek, ez egy, de kettő, hogy így tud élni. Mert ha ez az ember áruló lesz, az valóban aztán olyan morális konfliktusokba sodorja önmagával, hogy esetleg öngyilkosságig elhajszoljon. Ezért kell dönteni, mert ez adja meg az embernek a tartását. Az egzisztencialista filozófia azt tanítja, hogy minden ember által készített alkotás, tárgy, mű, az úgy épül fel, hogy először van egy idea. Tehát Istennek nem tudom kihúzni a szöget, amit már egyszer bevertem a deszkába, de ha lenne egy olyan szerszámom, ami így valahogy ilyen, mint hogy a harap a kutyus, úgy megfogná és kihúzni. Ez jó lenne, most ez egy idea. És mikor ezt megcsinálják harapófónak, akkor ennek van létezése már, tárgyi létezése, amit ők úgy hívnak, hogy egzisztenciája. Tehát először van az idea, és aztán abból megalkotják az egzisztenciát. És ez mindennel így van, kivéve az embert, mert az embernél fordítva van. Az ember először megszületik, tehát egzisztenciája van, és ahogy nő fel gyerekkor, serdülőkor, felnőttkor, ő megtölti magát eszmékkel, amiket átvesz a világtól, van, amit elutasít, van, amit beépít magába, vagyis ő alakítja ki a saját ideáját. Én alkotom meg magamat olyannak, amilyen vagyok. Vagyis mégis úgy zárult, hogy felelős vagyok önmagamért. És ezért én is tudok változtatni rajta. Vagyis tulajdonképpen itt a lélektani gyakorlat, meg a filozófiai gyakorlat mégis visszamutat az emberre, hogy ne felelsz önmagadért, nem lehet átpasszolni az Istenre.